Áldott Atyám, mennyi édes Istenünk! Alázatos szívvel és lélekkel léptük át a Te házadnak küszöbét. Köszönjük, Atyánk, a vasárnapot, amikor elmenekülhetünk a hétköznapi tennivalók elől, amikor hozzád jöhetünk a Te hajlékodba, hogy oltalmat találjon a lelkünk. Könyörgünk, légy velünk a délutáni órában is. A Te igédben szólj hozzánk, vedd kedvesen énekeinket, szolgálatainkat, tedd áldottá együttlétünket, és úgy, ahogy megígérted, Úr Jézus, jelenj meg közöttünk ez alkalommal is. Amen. 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 Hithangosból énekelünk a 485-ös számének. Vonj Uram, vonj engemet, vonj magadhoz folyton közeled. Vonj Uram! Úgyhogy a 19. részben találjuk megírva, a 23. verstől kezdődően egészen a rész végéig olvassuk fel az igét. Az apostolok cselekedeteiből olvassuk az igét, ugyehogy a 19. részben találjuk megírva, a 23. verstől kezdve olvassuk, és a rész végéig tart délutáni igény. És az igeolvasás után Szecsánszki István testvért kérjük, hogy vezessen bennünket áldáskérő imában. A megnevezett helyen Isten igéje a következőképpen hangzik. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyegeti azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, aki egész Ázsia és az egész földkereség tisztel, el fogja veszíteni a dicsőségét.
Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek és kiáltozni kezdtek. Nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztárkosz Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a négy gyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, hogy miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki aztán kezében intve védőbeszédet akart mondani népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy két órán át. Nagy az efézusi Artemis! Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagyistennő Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki nem vitatja, nyugodjatok meg és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert ide hoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók és nem is káromolják a mi istennőnket. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, a törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt. Nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. Amen. Kérjük áldást az igére. Itt hangosban énekelünk a 602-es számének első és második első. Uram, a tiéd szívem dobbanása, téged dicsőít ifjú életem. Mit adtál, ime oltárodra hozom, csak téged szolgállak híven. Uram, a tiéd munkásságom, lantom, beszédem, mindenem. A bűnfertő sötét homályába itt vagyok én, küldj el engem. Uram, a tiéd munkám, mert értem hajtál a boldogán. Uram, a tiéd bátorságom, erőm, tudásom, akaratom, te irányíts gyarló életem, s fogadd el szolgálatom. Uram, tiéd a szívem, tiéd ifjú életem. Tied vagyok, áldott Jézusom, a te áldásod, erő, hatalom. Ahol dicsfényben ez uralkodik, ott csak boldogság és béke lakik.
A tiéd vagyok, édes Jézusom, veled boldogajál utamod. Kétségre gyötő, ha te velem vagy, vígaszom teljes és áldásom nagy. A tiéd vagyok, ők Jézusom, felé nyújtom ki minden napkalom. Te vigyázz rám, te boldog szeres, és az üdve is majd engem te vezess. Nem akkora soha az eredmény, mint amennyi a befektetés. Mert ahányan eljönnek meghallgatni az Isten igéjét, ahhoz képest csak nagyon kevesen kezdik komolyan gondolni, hogy másféleképpen kellene gondolkodni, másféleképpen kellene élni. Vajon miért van azt testvérem, az egész világon evangelizáció folyik, mindenféle szinten, mind a médiában, mind pedig testközelben, gyülekezeti alkalmakon, sőt, hatalmas csarnokokban, és elmarad az átütő eredmény. Nem mondhatjuk el azt, amit olvasunk itt Efézusról, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Vajon mi az oka, testvéreim, hogy az emberek, mintha meg lennének kötözve a hitetlenségben, és nem tudnak elmoccani a nullapontról. Sajnos ugyanaz a helyzet, mint ami volt abban az időben, amikor Pál apostol munkálkodott. Nem is gondoljátok, testvéreim, hogy mennyi sok babonaság kötözi meg még mindig az ember, hogy mennyi ember jár jóshoz, mennyi ember foglalkozik okkult praktikákkal, és nincs szabadulás. Nincs szabadulás, mert az ellenség megkötözve tartja a lelkeket, és nem engedi el őket.
azok a praktikák, amikhez folyamodik az ember, valamilyen formában a természet felettivel akar szövetkezni, ez rányomja a bélyegét a lelki életre, és nincs elmozdulás a jó irányába, Isten irányába, a megtérés, az igazi megtérés irányába. Azt olvastuk itt Efézusban, mielőtt elkövetkezett a Demeter ötvösnek a lázadása, azt olvastuk, hogy hatalmasan terjedt és megerősödött az ige által az Úr ereje, de csak azután, miután az emberek belátták megkötözöttségüket, és összehordták a varázskönyveiket, azt olvasunk szó szerint testvéreim, a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket, azok közül sokan, akik a varázslás űzték, összehordták a könyveiket, és mindenki szemelátára elégették, mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 ezer ezüst pénzre becsülték. Az körülbelül a mi pénzünkben most hozzávetőlegesen van 83 millió lej. Tehát igen-igen nagy ára volt annak, hogy komoly lelki ébredés legyen. Ahhoz az emberek föl kellett adják az addigi gondolkodásukat, és ez pénzben mérhető feladás kellett legyen. Testvéreim, az anyagi kísértésnek a legkoncentráltabb formája az a pénz. És nagyon sokan a hívők közül, azt olvassuk itt, a hívők közül is sokan eljöttek és megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sajnos a mostani hívők közül várhatjuk, hogy eljöjjenek és bevallják, hogy megkötözte őket a pénz. Pedig ez a helyzet, testvérek. Az a helyzet, hogy nagyon sokan csak addig vagyunk hívők, ameddig nincs szó az anyagi érdekeltségről. Amikor már anyagi érdekeltsége is van a dolognak, akkor feladjuk az elveinket, feladjuk a látásunkat, feladjuk azt az irányt, amit addig láttunk, és éppen úgy megkötöz bennünket a pénz, mint a világnak a fiai. Sajnos, testvérem, ez így nem jó van. Azt olvassuk itt, hogy abban az időben nem csak egy zavargást támad az Úr útja miatt. Hát ne csodálkozzatok rajta, testvérem. Ne csodálkozzatok rajta. A kísértés történet, a Jézus Krisztus kísértés történetének az utolsó mozzanata, amikor előjön a sátán, és azt mondja az Úr Jézusnak, kiveszi az ászt, az utolsó, az adut veszi elő, és azt mondja neki. Na figyelj ide, egy másodpercben megmutatja neki, felviszi egy igen magas egyre, és megmutatja neki a világországot, és azt mondja. Ezeket én mind neked adom. Nem kell Golgota, nem kell szenvedés, nem kell a fájdalom útja. Ezt az egész világot te azért jöttél, hogy megváltsd a világot. Ezt én mind neked adom, neked csak annyi dolgod van, hogy lehagyulva imádsz engem. Amikor a sátán azt mondta Jézusnak, hogy én ezt a világot neked adom, akkor ő nem viccel. Ő valóban komolyan mondta, hogy neked adom. Miért? Mert birtokolta már akkor is a világot, mint ahogy most is birtokolja. Nem azért, mintha joga lenne, hogy a világ trónját elfoglalja. Az Úr is úgy beszél róla, hogy itt jön a világ fejedelme. De bennem nincsen semmilyen. Jézus is elismeri, hogy ennek a világnak az Istene, ennek a világnak a fejedelme a sátán. Nem azért, mert megérdemli, hogy ő legyen a vezető. Azért, mert nagyon sokan hallgatunk rá. És főleg akkor, amikor anyagi érdekeltségről van szó, testvérek. Addig még megy a hívőségem, megy a baptizmusom, ameddig nem érdekek mozognak. Amikor pénzről van szó, akkor elfelejtek mindent, és én is úgy viselkedek, mint a világnak a többi képviselői. Testvérem, nagyon nem jó van. Most azt olvassuk, abban az időben nem csak egy zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös négyszerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csak egy keresethez juttatta a mestereket. Testvéreim, megirigyelte a sátán az evangéliumnak a sikerét, és megtalálta azokat az ügynökeit, akik által le tudta állítani az evangelizációnak az útját. Annak idején az Artemis temploma, úgy sorolták, körülbelül Krisztus előtt 350-ben készült el ez a templom, hatalmas volt, 150 méter hosszú, vagy 70 méter széles, és a belső része is igen-igen nagy építészeti bravúrra való, úgyhogy valóban a világ hét csodájának az egyike volt az Efézusi Artemis templom, és ennek a kicsi nyitett mását csinálták meg ezüstből, azt csinálta meg Demeter ötvös, és ezeket árulták. És rájöttek, hogy ha Pál apostol hirdeti az igét, és a nép szíve elfordul a bálványoktól, elfordul az efézusi Diana vagy Artemis, az mindegy,
a görögöknek Artemis, a rómaiaknak pedig Diana, átvették ezt az istennőt, máskülönben egy borzasztó pocsék valamit képzeljétek el, majd az igényítés végén, ha együtt leszünk, utána elmondom nektek, hogy nézett ki, nem való a szószékre. Egy csúnya otromban valami volt, és ezt imádták, ezt tartották olyan nagynak, ezt ordították korka szakadtukból két oroszán keresztül, hogy nagy az efézusi Diana, nagy az efézusi Artemis. Teljesen testvérem, amikor az ember a bálványoknak a hatása alá kerül, akkor olyan, mintha meg lenne bolondulva. Olyan pontosan, mintha elveszítette volna az eszét. És a kicsinyített másért nagyon sok pénzt kaptak, mert világ tisztában voltak vele. Ha ez így megy tovább, akkor ők valóban hatalmas nyereségtől fognak elesni. Na most, általában a világ mindig gyárt valamiféle filozófiát a megkötözöttséghez, azért, hogy takargassa a pénzhez való viszonyát. Így gyártottak ők egyfajta filozófiát, hiszen itt azt olvassuk a 27. versben, azt mondja Demeter. Nem csak az a veszély fenyeget azonban bennünket, hogy a mesterség csődbe jut, pedig neki ez volt az első, hanem még az is azt mondja, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszi, így és így ő, akit az egész Ázsia és az egész földkereség tiszte, el fogja veszíteni a dicsőségét. Ugyan már nem sok baja volt Demeternek, Artemisnek a dicsőségével. Ő a pénztárcáját nézte meg, a zsebét, ő azt nézte, hogy elesik attól a jövedelemtől, ami addig jövedelmezett neki. Ha helyette azt mondta volna neki Pál apostol, hogy ne búsulj Demeter, az Artemis helyett most már majd kicsi kereszteket fogsz csinálni ezüstből, és ezekből még jobban fogsz keresni, mint a másikból, akkor semmi baj nem lett volna, akkor pillanat alatt átállt volna a másik oldalra. Azért, mert az ember lelkében kötözi meg a pénzt. Emlékezzetek, mikor Pál apostol azt mondja, hogy a minden gonosznak a gyökere a pénznek a szerelme. Mert a pénztestvéreim koncentrált kísértése ennek a nyomorult világnak, és mindannak az anyagi vonzatnak, amivel ez a világ rendelkezik. A koncentrált kísértése. Ezért olyan nehéz megállni az igaz úton, amikor a pénzről van szó, és ezért olyan könnyű elbukni azoknak, akik a pénzre vetik a szemüket, és nem tud elszakadni a lelkük, nem tud elszakadni az életformájuk a pénztől. Testvéreim, ezen a világon a legnagyobb hasznot, nézzétek meg, mit hoz vajon. Alkohol, ami ennek az egész világnak a legelterjedtebb kábítószere, a cigaretta, különféle babonaság, az üzletszerű paráznaság, a pornográfia, a varázslás, a jóslás, ezért rettenetes pénzeket fizetnek az emberek. Össze van vele fonódva az életünk. A történelemnek az egyik meghatározó jelensége lett a bűn, és a bűnből kifolyólag persze ezek a tünetek, amik jelentkeznek. Egyszer beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ő nem érti, hogy mit mind evangélizálunk mi. Miért vagyunk olyan mohók az evangélizálásban? Miért vagyunk olyan rámenősek akkor, amikor evangélizálunk? A hit, így mondta ő, mindenkinek a magánügye. Kedves testvérem, nem magánügye, én csak véletlenül sem. Azért, mert a bűn az nem magánügy. Azért, mert az alkoholizmus az nem magánügy. Azért, mert a kábítószerfogyasztás az nem magánügy. Azért, mert a babonaság az üzletszerű kéjelgés, a pornográfia, a varázslás, a jóslás, ez nem magánügy. Abban a pillanatban észreveszem, hogy nem magánügy, amikor a családomra teszi rá a kezét. Amikor a gyermekeim mennek tönkre bele, vagy amikor én megyek tönkre, vagy amikor szétszúzza az alkoholizmus a családomat, amikor a bűn befészkeli magát az életembe, és tönkretesz engem is, a kapcsolataimat is, a gondolataimat is, az egész életemet. Rögtön rájövök, hogy a bűn nem magánügy. Akkor a hit hogy lenne magánügy? Hiszen a bűnnek, testvéreim, az egyetlen ellenszere az Istentől kapott hit, az élő Istenbe és az ő fiába, a megváltóba veteti, ez az egy tud engem megszabadítani ettől a sok nyomorúságtól, amiről beszélünk. Akkor hogy lenne magánügy? A hit az nem magánügy, testvéreim, mert az egyetlen gyógyszer ezen a világon a bűnre. Csak persze ezt az ördög is tudja,
és ezért akar mindenféleképpen távol tartani bennünket a hit útjától, ezért köti össze mindazokat a bálványimádó szokásokat, babonaság, jóslás, varázslás, legyen az bármi, azért köti össze valamilyen formában a pénzzel, mert tudja, hogy akit a pénzzel megkötözött, annak rettenetes nehéz elszakadni tőle utána, és így a fogja, a sátán fogja, a pokolnak a fogja is nagyon nehezen tud elszakadni tőle. Azt testvérem, hogy nagy zavargást támadt a Pál apostol munkássága nyomán és a hit terjedése nyomán, azon ne csodálkozzunk egy cseppet se. Jézus is megmondta, hogy ez így fog lenni, azt mondta, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak erre a földre, hanem hogy kardot. Mert meghasonlik az ember a saját háza népével, mert ellensége lesz a saját háza népe. Miért? Azért, mert hogyha én a hit útjára lépek, csak egy példát mondjam. Egy, ahogy az én testvérem mondta, az én roma atyám fia, pontosan egy roma atyafinak a megtérése után meggyűlt a baj a saját családjával. Miért? Mert addig oda járt barackot lopni, addig oda járt ezt lopni, azt lopni, azt könnyebben értek. Ahogy mentél, oda lett a pénz. Oda lett a pénz kereseti lehetőség. Kevesebb jutott a családnak, és a feleség azt mondta, hát neked ez jelenti a megtérés, hogy éhen halnak a gyermekeid? Hát miféle ember vagy, te hagyod, hogy a családod tönkre menjen? Na figyelj, testvér, most mit csinál? Értitek testvérül, hogy összefonódik a gonosz ezzel a nyomorult világban? Hogy nem engedi az embert megtérni, mert azt mondja, hogy te akkor most kevesebb leszel, te most éhen fogsz halni, hogyha te megtérsz, de meg kell is attól fél. Oda lesz a kereset, oda lesz a jövő, nem lesz, mivel fenntartsuk magunkat, hogyha megtér a világ, és rájönnek, hogy az Artemis, a nagy Artemis, a nagy Diana, az csak kézzel csinált nyomorúság, és nem érdemes hajbókolni előtte. Most testvéreim, azt tanácsoltam ennek a fiatal barátomnak, hogy csak tarts ki az Isten útja mellett, mert Isten téged kárpótolni fog. Lehet, hogy úgy néz ki, hogy az Isten asztala üres, a sátán asztala pedig meg van terítve, de ha te türelemmel vársz, a végén ezen az asztalon is megjelennek azok a javak, amire szükséged van, és ráadásul ezen az asztalon nem lesz megmérgezve. A másik asztalon mindig a mérgezett dolgokat kínálja a sátán, amivel megkötözi a lelkünket. Testvéreim, valamikor régen azt mondták a görög bölcsek, hogy a lét határozza meg a tudatot. Vagyis az, ahogy megélek, az határozza meg az én látásomat. Ha a bálványokból élek, akkor bálványimádó vagyok. Ha a kereszténység hoz nekem hasznot, mert ilyen is van, akkor leszek keresztény. Amilyen a város, olyan a János. Mindig abból élek meg, ami éppen nekem megéri. Mi magyarok úgy mondjuk ezt a közmondást, hogy pénz beszél kutyaokat. Ahol van a pénz, ott van a valami, ahol nincs pénz, azzal nem foglalkozunk. Kedves testvéreim, igen-igen nagy kegyelemre van szükségünk ahhoz. Isten különleges erejére, a hitnek a mindent felforgató, mindent megmásító, mindent megújító erejére, hogy el tudjunk szakadni a pénztől, ami hozzákötődik az alkoholhoz, hozzákötődik a cigarettához, hozzákötődik a pornográfiához, a varázsláshoz, a jósláshoz, mindenféle nyomorúsághoz, amivel a sátán megkötözi az ember. Hogy a pénztől el tudjon valakinek szakadni a lelke, oda testvéreim, a mindenható Isten erejére van szükség, de ez csak a hit csatornáján jön be az én életembe. Kávin János ugyanazt élte át, amit Pál apostol égi Efézus. Kávin János testvéreim a reformáció után egyszer átutazott Genfben, és marasztalták, hogy maradjon ott, mikor meghallották a gyújtó igehirdetéseit, a kristálytiszta látását, a hitét Istenbe, és látták, hogy mennyire bele van süllyedve ez a város a nyomorúságba, a posványba, a bűnbe, akkor azt mondták ennek a fiatal prédikátornak, aki még nem volt 30 éves, hogy maradj itt nálunk, és hirdesd itt az igét, hogy meggyógyuljunk. És erősen fenyegették Kálvint azzal, hogy Isten nem véletlenül hozott téged ide. Maradj itt, mert Isten ellen végkezel, ha elmész innen. És a végén hallgatott rájuk, és ott maradt. Tudjátok, mi lett az eredménye, testvéreim? Ugyanaz, ami itt, Efézusban. Ott is találtak egy-két demetet, akik a városi tanácsban föllázottak, mert kezdtek bezárni a kocsmát. Kezdtek megtérni az emberek, és egyszerűen az alkoholizmus visszaszorul, ezért nagyon sokan elveszítették a jövedelmi forrásukat, és a városi tanácsban egyre nagyobb lett a zúgás, és a végén elkergették Genfből. A pénz miatt, a mocskos pénz miatt elkergették azt a prédikátort, aki a megújulást, aki a megtérést, az újjászületést hirdette Genf városán.
és 1535-ben elkergették, 6 évet bírtak, ő elkerült akkor Strasbourgba, ott folytatta az áldásos tevékenységét, írt, dolgozott, prédikált egy kisebb gyülekezetben, és 6 év múlva rohantak utána, és azt mondták, hogy Kávin testvér, gyere vissza. Gyere vissza, mert a pokolra süllyed a városon. Gyere vissza, és vedd át a hatalmad, melléd állunk, támogatunk mindenféle téren, erkölcsileg, anyagilag, ahogy csak létezik, támogatni fogunk, gyere vissza a városba, és visszahívták, és elkezdte a munkát, és nem akart menni, mert tudta, hogy mivel jár. És nagyon sokszor halálos veszedelembe került azért az igényért, amit hirdetett a kristálytiszta evangéliumért. De visszament testvéreim, és olyan hatalomra, olyan tekintélyre tett szert az Isten igéje által, mert voltak hívő atyafia, testvérnők, akik átálltak egy más pályára, akik megadták az árát annak, hogy hívővé lehessenek, és őszinte hívővé lehessenek, hogy kialakult egy olyan ítélő bizottság, mert fegyelmi rendszert hozott létre az egyházban, hogy még a városi, a kinti, a világi hatalom előtt is tekintélye volt az egyházi hatalomnak, az egyházi ítélőszéknek, amikor valamilyen ügyet tárgyaltak. Most testvéreim, ahogy megfizették Efézusban az árát, azt mondtuk, hogy 83 millió lej, meg felelne meg az az összeg, ami könyvet összeholtak, amit elégettek, amit semmivé tettek, felégették a hídat a pokol felé, így tudott megindulni az evangelizáció, itt ebben a helységben, és az összes helységekben, ameddig meg nem fizeti a nép az árát annak, hogy az evangélium terjedjen, addig nem lesz átütő sikere az evangélium. Mert ez pénzbe kerül, nekem be kell lássam. Ha nem lopott motorinával fogok szántani, akkor nekem kevesebb lesz, de ennek meg kell adjam az árát, addig nem tudok menni egyről a kettőre. Ha nem fogom megvenni a lopott dolgot, amit az ügynökök hoznak el hozzám, ha nem megyek bele kétes dolgokba, ha nem fogok hazudozni, ha nem csinálom azt, amit a világ csinál, akkor nekem kevesebb lesz a pénzem. Ha én ennek nem fizetem meg az árát, akkor én sem megyek előre a hitéletnek az útján, és várhatom, hogy az én bizonyságtételemre mások is megtérjenek. Muszáj, hogy megfizessük az árát. Testvéreim! A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy sikerült a tömeget lecsendesíteni. Úgyhogy a hatalomnak az egyik képviselője nagyon normálisan elkezdett beszélni a tömeggel. Mit tanulhatunk ebből az esetből? Azt, amit mond Pál. A felső hatalmasságnak engedelmeskedjetek, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Látjátok, testvéreim? Jött a felső hatalomnak a képviselője, a jegyzője ennek a városnak, és lecsendesítette a tömeget. Ezért jól tesszük mi is, ha imádkozunk azokért, akik a hatalomban vannak, hogy Isten által megszentelt módon ragaszkodjanak az igazsághoz, mert nekünk is jó az Isten gyülekezetének, nekünk is jó az, hogyha azok, akik bennünket vezetnek, polgármester, alpolgármester, stb. Jegyző, különféle tisztségben, ragaszkodnak az igazsághoz. Ez az ember nem csinált itt semmit, ragaszkodott az igazsághoz. Azt mondta, pénzbeli problémátok van? Demeter, neked van egy problémát? Van más útja, azt old meg ott. Ez itt nem erre való ez a fórum, ahol én most összegyűjtetek. Ez nem a színházba kell. Az nem egy kicsi színház volt, testvéreim. Oda körülbelül 26-28 ezeren fértek be. Az egy hatalmas stadion volt abban az időben. Egy kolosseum-szerű hatalmas építmény volt. Nem biztos, hogy tele volt, de csak mondom, hogy mennyien fértek be. Tehát sokan összegyűjtettek, nagyon sokan. És szépen az jegyző hazaküldte őket, lecsendesítette őket. Miért? Azért, mert ragaszkodott az igazsághoz. És nem engedte meg, hogy egy Demeter ötvös azért, mert pénzéhes volt, fellázítsa a tömeget, és lincs hangulat alakuljon ki itt a tömegben, és elpusztítsák ezeket, akik az Isten szónokai voltak, akik az Isten küldöttei voltak. Testvéreim, két dolgot jegyezzünk meg, legalább ebből az egész történetből. Az egyik az, ne sajnáljuk soha megfizetni az árát a lelki fejlődésünknek. Szakítsuk el, én nem tudom, miféle összefonódása van a világnak meg a pénznek a ti magánéletetekkel, vagy a többiekével itt ebben a faluban. De ha azt akarom, hogy én lelkileg tudjak fejlődni, az én családom tudjon fejlődni, hogy lépéseket tudjak tenni Isten felé, hogy a gyülekezetünk kimozduljon a holtpontról, annak meg kell fizessük az árát. Pénzben mérhető árát meg kell fizessem. Lehet, hogy kevesebb lesz nekem ebből, meg ebből, meg ebből, meg ebből, viszont gazdagodni fog a lelkem. És ez az, amit átviszek én az örökké valóságban, testvérén. Az összes többi mindig marad.
A másik pedig, szorgalmasan imádkozzunk a mi vezetőjeinkért, akik ugyan a világi hatalmat képviselik, azért, hogy igazságosan kormányozzák ezt a népet, igazságosan kormányozzák az országunkat, meg a megyénket, meg a falunkat, hogy lehetséges legyen az igének az útja, az nyílt legyen, tiszta legyen az igének az útja, lehetséges legyen az evangéliumot terjeszteni. Amen.